Ingyenes tavaszi koncert a Ríz Levente Sport és Rendezvény Központban. Nyári Károly, Nyári Aliz, Nyári Edit, valamint Szulák Andrea fellépésével kedveskedett Rákosmente önkormányzata a 17. kerületi lakosságnak. A Magyar Költészet napját ünnepelték Rákos Csabán. Az esemény keretében a Bohém Asztaltársaság adott alkalomhoz illeszkedő műsor. Megtartották a kerületi angol verseny szóbeli fordulóját a Diadal úti általános iskolában. Az eseményen 40 diák mérte össze idegen nyelvi tudását egy szakmai zsűri előtt. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Ingyenes tavaszi koncertet szervezett Rákosmente önkormányzata a Ríz Levente Sport és Rendezvény Központban április 12-én. Az esemény keretében Nyári Károly, Nyári Aliz, Nyári Edit, valamint Szulák Andrea fellépését tekintették meg az érdeklődők. A megjelenteket az eseményen Horváth Tamás polgármester köszöntötte. Rákosmente önkormányzata április 12-én ingyenes tavaszi koncerttel várta a kerület polgárait a Ríz Levente Sport és Rendezvény Központban. Az eseményen, amely teltházas érdeklődés mellett zajlott, Horváth Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Amint azt a beszédében kiemelte, fontos, hogy a 2022. szeptembere óta üzemelő, kiválóan felszerelt létesítmény kedvező adottságait a lakosok minél szélesebb körben felfedezhessék. Kedves rákosmentiek, nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt ma a Rendezvény Központunkban, és öröm nézni, hogy ilyen sokan vagyunk, hiszen ez volt a célunk, ez volt a célom nekem is, magamnak, mint polgármesternek, hogyha megépült ez a csodálatos rendezvényközpont itt Rákosmentén, akkor használjuk minél többen, minél többet. És elsősorban azt szeretnénk, hogy minél több rákosmenti használja ezt a csarnokot, ezt a rendezvényközpontot. Ma is ugye a tavaszi nagykoncertünkön is nagyon szép számmal jöttünk, örülök neki. Decemberben volt a karácsonyi koncertünk, nagyon sokan voltunk. Októberben az idősek világnapján is nagyon sokan voltunk, hála Istennek, és szeretnénk folytatni ezt a hagyományt. De nem csak rendezvényekben, nem csak szórakozásra használjuk ugye ezt az építményt, hanem sportra is, hiszen rengeteg gyermek sportol itt a csarnokban is, de a sport mellett mi azt szeretnénk, hiszen ezért is indítottuk el a Mozdulj Rákosmente mozgalmat, hogy minél többen mozogjanak, minél többen sportoljanak a kerületben. A sokak által ismert és kedvelt dalok Nyári Károly, Nyári Edit és Nyári Aliz énekesek előadásában csendültek fel. A közönség számára a Líra díjas jazz zongorista egy olyan válogatást hozott el, ami eddigi pályafutásának meghatározó dalait foglalta magába. Az előadó művész kiemelte, nagy öröm számára, hogy ismét a lányaival állhat egy színpadon, és szeretnének sok boldog pillanatot okozni a közönségnek előadásukkal. Fantasztikus érzések vannak bennem, és érzés van bennem, hisz túl vagyunk egy nagyon jó főpróbán, nagyon jó sikerült a próba, és én szerintem egy olyan szeretetteljes műsort fogunk adni a közönségnek, mert nekem mindig elsődleges az, hogy a szeretetet sugározni és átadni a közönségnek, mert ez a legfontosabb. Ma este is a szeretetről, a szerelemről fog szólni az est, úgyhogy csupa szerelmes dal fog elhangzani, és egy olyan interpretációba, ami nagyon mélyről és a szívünkből jön. Szeretni bolondulási, de finom lenne. Az esztár vendége, Szulák Andrea, Emerton díjas énekesnő örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy részt vehet az eseményen, hiszen túl a Nyári Károllyal való több évtizedes barátságon, magához a rendezvényközponthoz is jó emlékek fűzik. Nagyon régi jó barátok vagyunk Nyári Károllyal és a lányaival, egészen pici koruk óta ismerem a lányokat, egészen pici koruk óta dolgozunk együtt. Annak idején, meg sem mondom hány évvel ezelőtt, a Vigadóban, a Musical World című koncert sorozatban szerepeltünk először. Károlyt is onnan ismerem, és azóta nekünk számtalan közös fellépésünk, koncertünk volt együtt, és amikor a Karcsi hív, akkor az nekem egy ünnep, hogyha jöhetek is ide, ebben a gyönyörű intézményben, különösen nagyon szívesen jövök, mert jó emlékeim fűznek hozzá. Nyári Aliz és Edit életét születésüktől fogva végigkísérte a zene. Gyermekként édesapjuk zongorája mellett hallgatták a szebbnél szebb dalokat. Tehetségük nagyon fiatalon megmutatkozott.
zene a mindenünk, tehát a mindent jelenti számunkra, és az, hogy együtt édesapánkkal állhatunk színpadon, és családilag adtatunk egy produkciót, az pedig egy ajándék számunkra minden alkalommal, hiszen úgy gondolom, hogy olyan különleges energiákat, szeretetet tudunk megmozgatni, és átadni a közönségnek, ami igazán egyedülálló. Az esztendő folyamán több hasonló koncertet is szervez majd a létesítményben Rákosmente önkormányzata. Műsorral ünnepelte a Magyar Költészet napját a Rákoscsabai Közösségi Házban működő Bohém Asztal Társaság, melynek tagjai saját szerzeményeiket, illetve nagy magyar költők verseit szavalták el a helyszínen. A rendezvény további részében az irodalmi közösség által meghirdetett Tavasz című pályázat eredményhirdetésére is sor került, melynek keretében 4 általános és középiskolás fiatal részesült díjazásban. Az eseményen jelen volt Virág Mihály, Rákoscsaba önkormányzati képviselője is. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig, megállva. Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. A Magyar Költészet napjának tiszteletére szervezett műsort a Rákoscsabai Közösségi Házban működő Bohém Asztal Társaság. Az eseményen a közösség jelenlévő tagjai Albert Ferenc és Albert Eszter, Györfi B. Eszter, Fodor Bori, Juhász Veronika, Kis Sarolta és Ballonyi Vignóra működtek közre, saját szerzeményeik előadásával, valamint a nagy magyar költők verseinek elszavalásával. Több költemény megzenésített formában is felcsendült a helyszínen. A rendezvényen továbbá a Bohém Asztal Társaság által februárban meghirdetett Tavasz című pályázat eredményhirdetésére is sor került. Kis Sarolta, az irodalmi közösség vezetője elmondta, a felhívást általános és középiskolás diákok, valamint pedagógusok körében tették közzé. 25 éve működik. Hát általában 10 vagyunk, de többnyire nyugdíjasak, 2 vannak, akik dolgoznak. Tehát mindenképpen fiatalítani szeretnénk, mert nem szeretnénk azt, hogy megszűnjön, mivel már ugye évtizedek óta, és hát ennek a környéknek, ennek a kerületnek hoznak örömet vagy bánatot, ugye attól függ, hogy mit írnak, és hát örülünk ennek, hogy eljöttek, és ezek a gyerekek pályáztak. A beérkezett munkákat Kékesi Istvánné magyar szakos pedagógus összegezte. Mint kifejtette, a jelentkezők többsége a megadott tematikához igazodva a természet ébredését jelenítette meg írásaiban. Megjelenik benne a növények, virágok éledése, az állatoknak, a bogaraknak, madaraknak a tüsténkedése, és természetesen az ember, aki mindez csodálja, mindezek fölött örömet érez. A felhívásra a szervezők valamennyi kategóriában készhez kaptak pályaműveket, a helyszínen pedig 4 jelentkező verse hangzott el, köztük Görbic Rékáé is, aki, mint elmondta, már hosszú ideje szerette volna bemutatni szerzeményeit. A magyar tanárom hozta be nekünk, hogy lehet jelentkezni, és már nagyon rég akartam a verseimet bemutatni, és így, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy még írhatok is egy új verset, így gondoltam, hogy megfogom ezt a lehetőséget, és idejövök, és megmutatom a versem. Igazából nem is pontosan a tavaszról akartam írni, hanem arról az érzelemről, hogy a tavasz van először, mint a nyár, és ez bevezeti az egészet, és hogy nekünk is biztosan van egy olyan ember, aki az egész boldogságot bevezeti nekünk, és elhozza nekünk. Az esemény zárásaként a tanulók átvehették emléklapjaikat, illetve ajándékaikat. A Bohém Asztal Társaság már egy újabb alkotói pályázat meghirdetését tervezi, amelyre a legszebb emlékek témájában várják majd az érdeklődők munkáit. A Diadar úti általános iskola április 11-én tartotta meg nagy hagyományokra visszatekintő kerületi angol versenyének szóbeli fordulóját. Az első írásbeli jellegű megmérettetést követően Rákosmente valamennyi általános iskolájából a legjobb 40 tanuló jutott tovább, akik egy szakmai zsűri előtt adtak számot idegen nyelvi készségeikről. A meghirdetett 7 kategória első 3 helyezettje értékes nyereményekben részesülhetett, melyek átadásában dr. Bakos András alpolgármester segédkezett. Ismét megtartotta több mint 15 éves hagyományra visszatekintő kerületi angol versenyének szóbeli fordulóját a Diadar úti általános iskola. A megmérettetés első írásbeli szakaszában 149 induló képviseltette magát, a második körben 40 diák kerületett be közülük a teljesítménye alapján.
Baranyi Nóra a rendezvény szervezője, egyben pedig a házigazda intézmény egyik pedagógusa kiemelte, hogy ezen alkalmak a tanulók idegen nyelvi tudásának továbbfejlesztését szolgálják. Itt a kerületben nagyon sok iskola működik, és sok iskolában tagozatos angol oktatás is folyik, tehát emelt óraszámban tanulják az angolt a gyerekek, és ezért úgy éreztük, hogy ez nagyon az ő fejlődésüknek nagyon jót tesz, hogyha megmérettetik magukat, és ezért indult annó a verseny, most már több mint 15 éve szervezi a Tiadal ezt a versenyt. Az eseményen a felső tagozatosok vettek részt, akik a tételhúzást követően az angol tanárokból álló szakmai zsűri elé. Az eredmény hirdetésen jelen volt dr. Bakos András alpolgármester is, és örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok már ilyen korán elsajátítottak az anyanyelvükön kívül legalább egy másik nyelvet, amelynek ismerete a későbbiekben is hasznukra lehet. Leghasznosabb a 21. század elején az angol nyelv. Ugye korábban, századokkal ezelőtt még a latin volt az a közvetítő nyelv, amin mindenki beszélt a középkorban, ugye a kereszténység fénykora alatt, de ez szépen lassan átvette az angol nyelv. És ma, a mai nap azt mondhatjuk, hogy ez a legtöbbet beszélt második nyelvként funkcionál. Tehát, hogyha találkozik mondjuk egy kínai, egy brazillal, nagy valószínűséggel ők angolul kezdenek el beszélni. És így, hogy ezek a fiatalok ilyen tudásról tettek tanúbizonyságot, gyakorlatilag már egy állással, már egy pályával gazdagabbak lehetnek, hiszen akár tolmácsként, akár tanárként, akár szakfordítóként, akár műfordítóként már sok mindent tudnak csinálni. De ha esetleg más irányba gondolkodnak és valamilyen műszaki területen akarnak elhelyezkedni, vagy mint manapság az informatika eléggé népszerű, hogy azt szeretnék művelni magasabb szinten, ebben is elengedhetetlen az angol nyelvtudás. A meghirdetett 7 kategória első 3 helyezettje díjazásban részesülhetett, akik az oklevelek mellett értékes nyereményeket térhettek haza. Ezek átadásában pedig dr. Bakos András alpolgármester segítkezett. Április 14-én nyílt meg Salamon György festőművész ízelítő című kiállítása a Rákoskerti Művelődési Házban. A tálat túlnyomó részében vegyes technikával elkészített képei az alkotót körülvevő régi és meghatározó használati tárgyakat ábrázolják. Salamon György munkásságát Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke méltatta, az eseményen pedig pohár köszöntőt Hatvani Zoltán, kerületrészi önkormányzati képviselő mondott. Ízelítő címmel nyitotta meg kapuit Salamon György kiállítása a Rákoskerti Művelődési Házban. A tárlaton felvonultatott képek a festőművészt körülvevő régi használati tárgyakat ábrázolják. A munkákat Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke méltatta, aki kiemelte, hogy az idén 76 esztendős alkotó minden alkalommal képes megújulni, így a különböző tájak és történelmi személyek felé való fordulását követően ezúttal az embereket körülvevő világ az, ami inspirálja őt. Salamon György szánt szándékkal keresi az egyszerű kézenfekvő motivumokat, modelljei konyhai eszközök, a fűtés kellékei, puritán csendéletek, sarkok, zugok. Elmondása szerint nagyon közel áll hozzá a francia Chardin és a magyar Nagybalog János piktúrája, ezen kívül csodálja a 17. századi holland csendéletet és bodegon festészetet és annak opuszait is. Salamon György elmondta, mindig is foglalkoztatták a hétköznapi eszközök, amelyekre úgy tekint, mint szimbólumokra. Meglátása szerint a 19-20. Századból származó tárgyaknak múltjuk van, és sokat el is árulnak a használójukról. Ennél fogva különleges jelentéstartalommal bírnak. Erről tanúskodnak a vegyes technikával elkészített festményei is. A tárgyak, pláne ezek a régi tárgyak, ezek emberekhez kötődnek, hát a foglalkozásukhoz, a világnézetükhöz, a társadalomba betöltött szerepükhöz, tehát sokkal jobban kötődnek ezek a régi dolgok az emberekhez, mint a mostani ipari jellegű tárgyak, bár ezen gondolkoztam, hogy az ipari jellegű tárgyak is egy idő múlva szakralizálódnak. Tehát ha sokáig használ az ember egy közönséges mosógépet, vagy egy kávéfőzőgépet, akkor azon olyan
emberi rétegek rakodnak le, meg olyan, olyan emlékfoszlányok tapadnak rájuk, amit így el se tudunk képzelni így közönséges napi szinten. Az esemény zárásaként pohár köszöntőt Hatvani Zoltán, Rákoskert önkormányzati képviselője mondott, aki beszédében kitért rá, hogy hosszú ideje követi Salamon György munkásságát, mivel Rákosmente önkormányzata számára fontos, hogy támogassa a kerület alkotó művészeit. Én nagyon köszönöm, hogy a hatodik szomszédomat is meghívta a Rákoskerti Polgári Kör, akinek ugye én is tagja vagyok, és Gyuri is tagja, tehát picit ő bennfentes. Pénteken volt egy polgári körös találkozó, ahol talán egy kis bemutatót is tartottál, sőt úgy tudom, hogy a Rákoskerti Idősek Klubjának is lesz egy bemutatója, amikor egy pénteken, amikor egy szakavatott délelőtt, akkor aki nem tudja, az most már tudja, pénteken délelőtt lehet jönni, és Gyuri tart a kiállítóteremben egy kis bemutatót. Gyuri még nagyon fiatal, alig múlt 60, úgyhogy én szeretném azt kívánni neki, hogy még legalább 25 évig alkosson, ne magának, mert ahogy mondtuk, ahogy ő mondta, a művészek nem maguknak szeretnének alkotni, hanem nagy közönségnek, legyen fogyasztó közönség Rákoskerten, legyen a polgári körnek még ereje, 20-30 éven keresztül kiállításokat szervezzen. A kiállítást április 28-áig tekinthetik meg az érdeklődők a Rákoskerti Művelődési Ház nyitva tartási idejében. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Idén is megrendezésre került az a közlekedésbiztonsági verseny, ahol negyedik osztályos, valamint felső tagozatos diákok adhattak számot elméleti kressz, illetve gyakorlati kerékpáros tudásukról. A megmérettetést a hagyományokhoz híven az idei esztendőben is a 17. kerületi rendőrkapitányság szervezte meg, azonban ezúttal a Rízlevente Sport és Rendezvényközpont előtti terület adott otthont az eseménynek. 2007 óta szervezi meg a helyi általános iskolás diákok számára a 17. kerületi rendőrkapitányság a kerékpáros ügyességi és szabályossági versenyt. Az esemény célja, hogy a gyermekek is megfelelő kressztudással rendelkezve vegyenek részt a közlekedésben, és az ehhez szükséges készségeket játékos formában sajátíthassák el. Belinszky Klára rendőrszázados rámutatott, az ügyességi pályán teljesíthető gyakorlatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy le tudják mérni egy-egy induló alaptudását. Gyalogosok és kerékpárosok számára nincsen semmiféle kötelezettség arra vonatkozóan, hogy számot adjanak a tudásukról bármilyen módon, mégis résztvevői a közlekedésnek. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki a közlekedésben részt vegyen, ahhoz viszont a szabályokat ismernie kell, és igaz az a gyerekekre is. Tehát minél fiatalabb korban kezdjük ezt el, annál jobban beépül a személyiségünkbe a szabálykövetés, és ez a későbbiek szempontjából nagyon fontos, az ő életkorukban pedig abból a szempontból fontos, hogy gyalogosként, kerékpárosként, rolleresként ők a legsérülékenyebb résztvevői a közlekedésnek, és ezt azzal tudják egy kicsit kompenzálni, hogyha tökéletesen tisztában vannak a szabályokkal, tudják, hogy nekik mit kell betartani, mire kell figyelniük az autósokkal kapcsolatban, a közlekedés többi résztvevőivel kapcsolatban. A közlekedésbiztonsági vetélkedőnek ezúttal a Rízlevente Sport és Rendezvényközpont előtti terület adott otthont. Csós Gábor, a Bike Ride Sport Egyesület elnöke elmondta, az elmúlt időszakban nyílt edzések keretein belül készítették fel a gyerekeket a megmérettetésre. Hát az elméletinél nyilván az életkori sajátosságoknak megfelelően, és azt mondom, itt azért van különbség a két verseny között, hogy a különböző korosztályoknak, tehát egy negyedikesnek, meg egy nyolcadikosnak más jellegű kresszkérdések kerülnek bele a tesztbe, ezt teljes egészében a rendőrség állítja össze. A kerékpáros pályáról többet tudok elmondani, mert annak a kifundálásában aktívan benne voltunk, és itt az elmúlt edzéseinken egyébként hirdettünk is nyílt edzést, és közösen a gyerekekkel is tesztelgettük, hogy itt az egyes akadályoknál, például itt a mögöttem is látható láncos akadálynál milyen távolságra helyezzük el az egyes nehezítő elemeket. Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere kiemelte, a városvezetés számára fontos, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a kerékpárosok biztonságára is. Így örömmel támogatják a rendezvényt, hogy minél több gyermek biztonságosan és szabályszerűen közlekedhessen két keréken. Ez már egy hagyományos verseny itt az iskolák között.
kerékpáros ügyességi verseny, de egyben Kressz ismereti verseny is, hiszen azon kívül, hogy a gyermekek a technikai tudásukról adnak itt tanúságot, ezen kívül a Kressz szabályait is be kell tartaniuk, de egy elméleti verseny is van, a Kressz ismeretét is próbáljuk tesztelni, és hát a legjobbak mindig jutalmat kapnak, és mennek tovább fővárosi versenyre, és nagy hagyomány van már ez nálunk, eddig a Jókai iskolában rendeztük, de most itt a sportcsarnok előtti téren rendezzük meg, itt egy kicsit a felület jobb, mint az iskolában volt, de dupla annyian neveztek az idén, mint tavaly, úgyhogy ez öröm számomra, hiszen azt jelenti, hogy gyerekeket is érdekli az, hogy mit tudnak, és ez egy felmérő, mint említettem, a technikai tudás és az elméleti tudásban is. A legjobb eredményt elért lányok és fiúk oklevelet kaptak, valamint ajándékban részesültek, melyek átadásában Horváth Tamás városvezető mellett többek között Bihami Jenő rendészeti osztályvezető, Belinszki Klára rendőrszázados, továbbá Sós Gábor, a Bike Ride Sportegyesület elnöke segítkezett. Április 11-én adták át a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium új strandröplabda pályáját, ahol akár nemzetközi mérkőzéseket is meg lehet tartani majd a későbbiekben. A sport beruházás az egyik szülő, Sülős Gyula anyagi hozzájárulásával, illetve Rákosmente önkormányzatának segítségével valósult meg. A pálya avató eseményen jelen volt Horváth Tamás polgármester, dr. Hitz János, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, valamint Farkas György, az oktatási intézmény vezetője is. A Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnáziumban hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hozzájuk járó tanulók számára különféle mozgás lehetőséget biztosítsanak. Ennek érdekében pedig számos fejlesztés valósult meg az iskola területén az elmúlt időszakban. A hasonló célt szolgáló korszerűsítések újabb mérföldkövének nevezhető az intézmény udvarán elhelyezett strandröplabda pálya. A projekt megvalósulását pedig az egyik szülő, Sülős Gyula támogatta anyagilag. Amint azt kiemelte, a pálya akár nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is alkalmas lesz a későbbiek folyamán. 96 óta egyébként olimpiai sporták több mint 150 ország játssza ezt a bizonyos játékot, sőt van egy statisztika is róla, ami szerint minden hatodik ember a világon egyébként érintett a strandröplabda vonatkozásában. És itt is azt gondolom egyébként, hogy egy olyan röplabda pálya épült, ami egyszerre nemzetközi és nemzeti minőséget és minőségi szabványokat kielégít. Emiatt majd később számítok arra is, hogy akár nem csak nemzeti versenyekre egyébként készíti fel a gyereket, hanem nemzeti versenyeket is lehet majd rendezni. Fontos, hogy a gyermekek tanintézményi körülmények között is minél többet mozogjanak és sportoljanak. Erről már Horváth Tamás polgármester beszélt arra is rámutatva, hogy a város vezetés örömmel áll minden ilyen jellegű beruházás mellé. Tavaly előtt évben adtuk át ezt a gyönyörű kézilabdapályát, és most az egységben az erő jelszóval ugye egy helyi vállalkozás úgy gondolta, hogy megsegíti ezzel az iskolát, és akkor ezt a röplabdapályát, amit elhangzott nemzetközi szintű, megvalósítja, és mi ennek örülünk természetesen, hiszen számunkra nagyon fontos a sport, és az, hogy a gyerekek az iskolában minél többet tudjanak sportolni, ez akár tornaórára is jó lehet, a ilyen időben már természetesen lehet használni, úgyhogy mindenképpen öröm számunkra, hogy a tavaly évben az aula újult meg itt a Balassi gimnáziumban, az is egy ilyen együttműködés keretében, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó út, hiszen összefogással sokkal többet meg tudunk valósítani. Farkas György, az intézmény igazgatója elmondta, arra törekszenek, hogy a diákok minél több sportágban kipróbálhassák magukat, mivel így kiválóan megmutatkozik az is, hogy ki miben tehetséges. Hozzátette, ha ez a felismerés megvan, akkor ennek alapján bontakoztathatja ki később az adott tanuló a tudását az általa megkedvelt mozgásformában. A Balassiban több mint 600 gyerek jár, és nagyon sok sportágban jeleskednek. Tehát a labdarúgástól kezdve a kézilabdán át, atlétika, frisbee, ez a repülőkorong, és a természetesen a röplabda is ide tartozik. Én annak örülök elsősorban, hogy a gyerekeink szeretnek mozogni, szeretnek sportolni. Ezért a mai világban kevésbé mondható el a mostani gyerekekről, de a balassi diákok valami miatt különlegesek, mert hogy tényleg imádják a sportokat, és nagyon szeretik a röplabdát is. Nem csak strandröplabda, hanem teremröplabda sport is működik a Balassiban, de hát ilyen szép időben, már nyár van, a strandröplabda népszerűségét talán nem kell magyarázni. Az új pályát az iskola tanulói egy közös röplabda mérkőzéssel avatták fel.
A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon, a rákosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!